Ennek az APEC által közzétett jövedelmi statisztikák teljesen egyértelműen bizonyítják, hogy a lakosság 85%-ának, amely érintett az egykulcsos adóban, nem hoz semmiféle könnyebbséget, sőt, leggyakrabban terhek növekednek az adózásban az egykulcsos adó által, mindössze 15%, pont a legmagasabb jövedelmű, leggazdagabb rétegek a kedvezményezettjei ennek. Azért, hogy a kormány ennek az 500 milliárd forintos lyuknak a hatását eltüntesse a költségvetésben, újabb és újabb megszorító intézkedéseket fogad el. Költségvetési zárolás, Szél-Kálmán terv, konvergencia program váltják egymást. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ezekkel senki nem járt jól. A munkavállalók azok különböző fizetett szabadnapok csökkenését, próbaidő lehetőségét, illetve az indoklás nélküli kirúgások lehetőségét kapták meg a kormánytól. A vállalkozókat pedig, bár azzal indokolja a kormány, hogy milyen remek módon végzi a tevékenységét, hiszen csökkenti a terheiket, gyakorlatilag folyamatosan újabb terhekkel sújtják, így például béremelési kötelezettséget írnak elő számukra, létrehozzák a bérmonitoring bizottságot, amely ráadásul ez kellene, hogy ellenőrizze, természetesen nem teszi, mert se eszköze, se törvényi lehetősége nincs erre. Végül, de nem utolsó sorban, meg szeretném azt is államtitkár úrtól kérdezni, hogy a Navracsics miniszter úr által említett 6 szocialista megszorító csomag, konkrét kérdésre konkrét választ kérek, konkrétan jelezze az államtitkár úr, hogy melyek voltak azok a szocialista megszorító csomagok, amelyeket a megszorítás ellenes Orbán kormány megszüntetett a kormányba lépése óta. Kíváncsian várom a választ. Köszönöm szépen. Köszönöm. Válaszadásra megadom a szót Cséfalvai Zoltán államtitkár úrnak. Önné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselő. Azt említi, hogy a kormányra kerülés előtt a kormányzó párt az egykulcsos jövedelemadó rendszer ellen volt, mert hogy az a családok viszonyait nem veszi figyelembe. Tájékoztatnám, hogy egy olyan 16%-os, egykulcsos és arányos jövedelemadó rendszer vezetett, személyi jövedelemadó rendszer vezetett be a kormány, amelyben nagyon komoly családi elemek vannak, illetve a gyermekvállalást elősegítő elemek. Az a folyamatos vád, amit sokszor ismételnek, hogy az új adórendszer a szegényektől vesz el, és a gazdagoknak ad. Ha valahol van igazán preferencia ebben az adórendszerben, az éppen a gyermeket vállaló családoknál. Őket támogatja. Én úgy gondolom, hogy ez a váltás, hogy korábban miért nem kedvelte a kormányzó párt, olyan rendszert alakított ki, amelyikben valóban a családok és a családokat és a gyermekeket nevelő családok előnyben részesülnek. Ugye a kérdése az, hogy a megszorítások politikája, mi olyan politikában hiszünk, amelyik nem a megszorításokra épít, hanem éppen ellenkezőleg a gazdasági növekedés beindításra. Folyamatos megszorítással nem lehet kikerülni abból a kátyúból, amiben a gazdaság jutott, nem lehet az adósságot se legyőzni, csak egy növekedéssel. Ahhoz pedig, hogy növekedés legyen, ahhoz egy világos üzenet kell. Az a világos üzenet, hogy aki dolgozik, az többet kap, attól nem vesz el aránytalanul többet az állam. Erről az egyetlen egy dologról szól a 16%-os adó, ez az üzenete, megéri dolgozni, megéri tanulni, megéri iparkodni, mert akkor nem vesz el az állam többet tőlünk, többet aránytalanul. Ez viszi előre az országot. Köszönöm. Köszönöm, államtitkár úr. Képviselőt viszont válasz illeti meg. Öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Hát államtitkár úr úgy fogalmazott, hogy ő úgy gondolja. Én azt mondom, hogy az ő úgy gondolja helyett nézzük meg a jövedelmi statisztikákat, amelyeket az APEC tesz közzé. Teljesen egyértelműen bizonyítják, hogy ez egy olyan intézkedés sorozat volt, amely a legfelsőbb 15% számára jelentett könnyebbséget. Végül, de nem utolsó sorban ismét vissza szeretnék a többedszer föltett kérdésre kanyarodni, államtitkár úr. Ha önök valóban megszorítás ellenes politikát folytatnak, akkor az én egyenes kérdésemre, mely szerint mi volt az a 6 szocialista megszorító csomag, amelyet az Orbán kormány megszüntetett, erre egy egyenes választ vártam volna, konkrétan felsorolva a 6 szocialista megszorító csomagot, amelyeket önök megszüntettek. Ez nem történt meg természetesen, ezt mindketten tudjuk, mindannyian tudjuk ebben a házban, semmi egyéb nem történt, mint a szocialisták által hozott megszorító intézkedéseket továbbiakban is életben tartották, és konvergencia terv, költségvetési zárolás, Szél-Kálmán terv néven
fokozzák is ezeket. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr. Válaszadásra megadom a szót Csíkfalvai Zoltán államtitkár úrnak. Köszönöm a szót. Nehéz úgy persze a statisztikáról beszélni, hogy az emberek nincsenek a statisztikátok. Én nálam egy van jelen pillanatban, amelyik a KSH legfrissebb jelentése a bérekre és a foglalkoztatásra vonatkozik, mivel egy majdnem kapcsolódó kérdés volt a közszféra bruttó béreiről. Az adatok azt mutatják, 2011 februárjában 2010 februárjához képest a közszféra bruttó bérei 4,6%-kal emelkedtek. Ez úgy gondolom, hogy önmagáért beszél, valószínű a gazdaság egészére is meg kellene nézni ezt a növekedést, és akkor nem beszéltünk arról, hogy a 16%-os egykulcsos és arányos jövedelmi adóval nyilvánvalóan, hogy a nettó bérek még inkább növekedtek. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés, Vágó Gábor, az LMP képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a közigazgatási és igazságügyi miniszternek. Hogyan érvényesül a végrehajtási eljárások során a fokozatosság elve címmel? Miniszter úr halaszhatatlan közfeladat ellátása miatt válaszadásra Rétvári Bence államtitkár urat jelölte ki. Kérdezem, képviselőt elfogadja a válaszadó személyét. Lúr, ami rajongott bármikor. Igen, elfogadom. Igen, megadom a szót. Tisztelt miniszter úr, tisztelt államtitkár úr, tisztelt képviselőtársaim! Az LMP már többször felhívta a kormány figyelmét, hogy a lakhatási kérdések megoldása, az otthonukat elvesztő családok tényleges megsegítése nem várhat tovább, de a kormány részéről érdemi erőlépést nem látunk. A kormány tehetetlensége már emberéleteket is veszélyeztet. Csütörtökön egy férfi magára gyújtotta a lakását, majd kiugrott a 8. emeleti lakásából, mi alatt a végrehajtó ki akarta lakoltatni. Mennyi tragédiának kell még történnie, hogy a kormány érdemi lépést tegyen? A kilakoltatási moratórium már sok családot nem véd, az ingatlan árverések tovább folytatódnak. Ahogy azt már eddig is jeleztük, a végrehajtókat terhelő hatalmas ügymennyiség mellett lehetetlen a fokozatosság elvét megtartani. A kezemben tartom a végrehajtói kamara hivatalos lapját, amiben a végrehajtási árveréseket teszik közzé. A legutóbb megjelent lapszámban 318 darab ingósággal szemben 763 darab ingatlan árverését hirdették meg. Csak ezen a héten 492 darab családi ház, lakás, lakóház és lakrész kerül karapács alá. Tisztelt államtitkár úr! A meghirdetett ingatlan árverések száma kétszerese az ingó árveréseknek. Önök szerint ez a fokozatosság betartását jelenti? Tisztelt államtitkár úr, kérdezném, tervezik-e a fokozatossági szabályok érvényesülésének erősebb kontrollját, mikorra tervezi a végrehajtók számának növelését, hogy az egyes végrehajtókra jutó hatalmas ügyteher csökkenjen? Ezen kívül az LMP beadott a mai napon egy törvénymódosítási javaslatot, ami pont a fokozatosság elvére fókuszál, így lehetősége volna a bíróságoknak fölülvizsgálni ezeket a végrehajtásokat, hogy valóban először az ingóságokhoz nyúltak el, és nem egyből a könnyen elárverezhető ingatlant vitték el a családok feje fölül. Várom válaszát. Köszönöm. Válaszadásra megadom a szót Rétvári Bence államtitkár úrnak. Öné a szó. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Azért ne feledjük el, amikor ön ilyen felszólást ejt meg itt a parlamentben, hogy ez volt az a kormány, amelyik első intézkedései között kilakoltatási moratóriumot rendelt el, és tartott föl mind a mai napig. Annak ellenére iszonyatosan nagy nyomást nehezedett rá, hogy ezt oldja föl, de ezt nem tette meg a téli hónapokban, és nem tette meg most a nyár elejéig sem, hanem meghosszabbította. Mind a törvényt módosítottuk itt a parlamentben, azt hiszem az önök pártja is már emlékszem pontosan, de szerintem hozzájárult a házszabálytól eltéréshez, hogy ezt a törvényi módosítást megejthessük, és a kormány is kormányrendelet szintjén, hogy ne lehessen kilakoltatni senkit sem, akit bírósági végrehajtás keretében lakoltatnák ki, sem pedig más módon. Tehát a kormány volt az, aki mindenkit megmentett pontosan attól, hogy ne kerüljön az utcára, ne váljon hajléktalanná, ne kelljen azon gondolkozni, hogy hol tudja lehajtani a fejét, és pontosan azért hagytuk ezt az időt, mert szükség volt egy új törvényjavaslatnak a kidolgozására, amiről ugye többek között a holnapi napon is vita lesz, pontosan az LMP kezdeményezte ezt a vitát, amit a kormány is, és a kormánypárti képviselők is
egyetértetek a házbizottságban, ezt a holnapi napon tartsuk meg. Döntöttünk ennek ma az időkereteiről, amelyik pontosan ezt a témát járja körül, hiszen ön is tudja, én is tudom, hogy nem egy egyszerű igen-nem döntésről van szó, hanem egy roppant összetett végrehajtási eljárásról. Ahogy ön is mondta, van egy bizonyos sorrendiség a végrehajtásban. Előbb számláról kell behajtani a pénzt, utána jöhetnek az ingóságok, és legvégső sorban csak az ingatlan, és éppen ezért igyekszünk ezt betartatni is mindenféleképpen, de az alapvető probléma azért nem a végrehajtási törvényben van, hiszen annak a fokozatossági elve viszonylag jól le van fektetve, bizonyos garanciákat kell még emellé tennünk, amelyik garanciát is jelent arra, hogy be is tartják ezt a törvényt, csak sajnos sok embernek, pontosan a felelőtlenül felvett devizahitelek miatt, mert nem kaptak kellő tájékoztatást, vagy még annyi garancia sem volt, mint mondjuk Szerbiában, hogy csak a fizetésük egyharmadáig adósodhatnak el a havi törlesztő részleteket tekintve, nem védte meg őket az állam. Éppen ezért fogjuk heteken belül önök elé terjeszteni azt a javaslatunkat a Szél Kálmán terv keretében, amelyik megmutatja azt az utat, ahol kiki önerőből a bankok, a hitelesek és az állam fokozott szerepvállalása mellett arányosan kisegíti őket ebből a kártyúból. Köszönöm szépen. Köszönöm, államtitkár úr, viszont válaszra képviselőt illeti a szó. Tisztelt államtitkár úr, hát Karácsony képviselőtársamat kellene idéznem, hogy ez a válasza szintén egy fluortomi szám, egy off volt, abból a szempontból, hogy ön nem mondta meg, hogy mik azok a garanciák, amik garantálnák azt, hogy a végrehajtások során ne legyenek visszaélések. A kormánynak dolgoznia kell rajta. Igen, a kormánynak dolgoznia kell rajta, és ezért is nyújtottam be a mai napon egy ilyen törvénymódosítási javaslatot, amely kötelezné felhívna a bíróságok figyelmét arra, hogy vizsgálják át ezeket a végrehajtási folyamatokat, hogy valóban a fokozatosság elve alapján mente, és a végrehajtások során igenis szükség volna ezekre a vizsgálatokra. Hiszen a legegyszerűbb az ingatlanok lefoglalása, persze, hogy a végrehajtók azonnal lefoglalják az ingatlant, miközben nem nézi meg senki, hogy a végrehajtó valóban betartotta a fokozatosságot. Tehát az ellenőrzése a végrehajtásnak eléggé problémás. Ezzel az intézkedéssel, már hogyha elfogadják az LMP törvényjavaslatát, az adósok is lélegzethez jutatnának, különben családok szétesésével és tragédiák tömegével kell majd szembenéznünk a jövőben. Köszönöm. Köszönöm. Államtitkár urat viszont válasz illeti meg öné a szó. Köszönöm szépen. Ön arról beszél, képviselő, hogy az adósok lélegzethez juthatnának. Hát pontosan ezt a lélegzetet biztosítja ez a kormány az elmúlt közel egy évben, amikor a kilakoltatási moratóriumot elrendelte. Ön úgy beszél, mintha ez a kormány teljesen szemtelenül és érzelemmentesen nézni, hogy az emberek az utcára kerülnek. Hát nem, ez a kormány volt az, amelyik meglépte azokat a lépéseket, hogy ezek az emberek ne kerülhessenek az utcára, ne váljanak hajléktalanná. Magának a végrehajtási törvénynek a módosításánál nyilvánvalóan többféle irányt is követhetünk, csak mindig arra kell ügyeljünk, hogy pontosan egyensúlyban tartsuk az ott kialakult kényes rendszert. De természetesen mi nyitottak vagyunk arra, és erre megvannak a most is a jogállami eszközök, hogy hogyan lehet a végrehajtók fölötti törvényességi felügyeletet gyakorolni, hogy milyen esetleges visszaélések vannak, de ne olyanról beszéljen, képviselő, ne olyat hozzon ide, aki 97 óta nem fizeti meg a költségeit, és utána kerül egy teljesen kezelhetetlen anyagi válsághelyzetbe, mert most egy ilyen példát hozott, szerintem nem ez lenne az életszerű, nem olyanokat, olyan családokat, akik önhibájukon kívül a devizahiteleknek a megemelkedése miatt kerültek ilyen helyzetbe, és ehhez, hogyha ilyet tapasztal ön, akkor nem csak törvényjavaslatot terjesszen be, persze, hogyha úgy gondolja, hogy ez egy jó javaslat, terjesszen be itt, hanem akkor forduljon az ügyészséghez, hogy azokat a végrehajtókat, pontosan a szakmai kamarák, a fegyelmi bizottságaik vonják felelősségre. Mi ennek az irányában már módosítottuk is azt a részt, amelyet a KIM szabályoz a kamarákkal kapcsolatban és a végrehajtással kapcsolatban. Köszönöm szépen. Köszönöm, államtitkár úr, válaszát. Tisztelt országgyűlés! Harangozó Tamás, az MSZP képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a belügyminiszternek. Felmértéke a következményeket címmel. Miniszter úr halaszthatatlan közfeladat ellátása miatt válaszadása Kontrát Károly államtitkárulat jelölte ki. Kérdezem, képviselő, elfogadja a válaszadó személyét. Természetesen. Igen, megadom a szót, képviselő. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt államtitkár úr. Számtalanszor szóvá tettük, hogy a Fidesz kormány elmúlt egyéves intézkedése és a parlamenti többség együtt elmúlt egyéves tevékenysége és intézkedései milyen káros hatásokkal voltak a honvédelmi és rendészeti állományra. De azt látjuk, hogy ezek az intézkedések nem állnak meg, hiszen az Orbán csomagból és a konvergencia programból nyilvánvalóvá válik minden egyes munkavállaló számára.
hogy nem hogy béremelés, hanem bérbefagyasztás lesz jövőre, nettó jövedelem csökkenéssel. És hát a legfontosabb és legfájóbb intézkedés, amit a kormány bejelentett, hogy a szerzett jogokat lábbal tiporva elkívánják venni a szolgálati nyugdíjt, megkívánják szüntetni a szolgálati nyugdíj teljes rendszerét. Ráadásul a fideszes politikusok demagóg heckampányba kezdtek, Lázár János személyében például, és azt kívánják az országnak bebizonyítani, hogy ezek az emberek nem szolgálnak rá erre a nyugdíjra, egyébként teljesen ellentétesen a világ minden normális országában működő nyugdíjrendszerrel. Szeretném felhívni a figyelmét államtitkár úrnak, hogy az előző kormányok meghozták azokat a nehéz intézkedéseket, amivel ez a szolgálati nyugdíj fenntarthatóvá válik. Egyszerűen hazugság az, hogy 25 év után a szolgálati nyugdíjjal el lehet menni nyugdíjban. Szeretnék kérdezni államtitkár urat, komolyan gondolják-e, hogy 60 éves rendőrök fogják üldözni a bűnt? Komolyan gondolják, hogy az egészségi állapotuk miatt alkalmatlanná vált hivatásosok tömegeit a rendészeti szervek állományán belül beosztásban fogják alkalmazni, miközben a konvergencia program a közszférában dolgozók számának csökkentésével számol. Komolyan gondolják-e, hogy 25-30 évig dolgozó tűzoltók majd bérszámfejteni vagy adminisztrátorként gyors és gépírni fognak a jövőben? Sajnálom, hogy nem miniszter úr válaszol, hiszen ő neki tudnia kell, hogy az összeégett emberek látványa, az összeroncsolódott emberek látványa, az üldözések és az elszánt bűnözőkkel való napi konfliktusok élményét nem lehet letenni egyik napról a másikra, mint más szolgálati vagy munkaágakban. Kérdezem tisztelt államtitkár urat, tisztában vannak-e lehetséges következményekkel? Köszönöm szépen. Válaszadásra megadom a szót Kontrát Károly államtitkár úrnak. Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Megint arra kell utalnom, hogy ha önök az elmúlt 8 évben tisztában lettek volna azzal a következmények, azoknak a kormányzati döntéseknek a következményeivel, amelynek eredményeképpen az elmúlt 8 évben 220 milliárd, még egyszer is lassan mondom, 220 milliárd forintot kellett kifizetni a korai nyugdíjasok részére a mai napig, akkor nem kerültünk volna ilyen helyzetbe, és a hivatásosok sem kerültek volna ilyen helyzetbe, hiszen önök nem álltak szóba az elmúlt 8 év alatt a szakszervezetekkel. Önök megszüntették azokat az életpálya elemeket, amelyet a polgári kormány életbe léptetett, és 2002. január 1-től a hivatásosokra, így a rendőrökre, határőrökre, tűzoltókra, vámis pénzügyőkre is kiterjedt. Tisztelt képviselő úr, ha önök ezt a rendszert nem szüntették volna meg, ha önök az illetmény alapot rendszeresen emelték volna, mint ahogy nem emelték szinte az utolsó pillanatig az elmúlt kormányzati ciklusban, illetve az elmúlt 8 esztendőben, akkor nem tartanánk itt, ahol most tartunk. Mi abban bízunk, hogy olyan életpályamodellt tudunk a hivatásos állomány számára előterjeszteni, amely vonzó, kiszámítható életpályát jelent, olyan életpályát, amely a hivatásos pályára irányítja, és a hivatásos pályán tartja a hivatásos állományokat. Tisztelt képviselő úr, az elmúlt időszakban több ezer hivatásos nyilvánított véleményt az életpálya modell elemeit illetően. Mi ezeket az életpálya programba beépítjük, és a Széll Kálmán terv keretében nyilvánosságra hozzuk. Bízunk abban, hogy hamarosan olyan helyzet áll elő, hogy az érdekképviseleti szervek is érdemi javaslatot tesznek az életpálya programmal kapcsolatban, és egy olyan programot tudunk elfogadni, amely vonzó programot jelent a hivatásosok számára. Köszönöm szépen. Köszönöm, államtitkár úr. Viszont válaszra megadom a szót képviselő úrnak. Köszönöm szépen a szót, államtitkár úr. Ugye nem a két nap alatt névvel és mindenféle azonosítási lehetőséggel ellátott közvéleménykutatást hívta ön az állomány megkérdezésének. Nyilvánvalóan mindenki a lehető legjobb tudása és őszintén, tudása szerint is őszintén válaszolt önöknek, ez nevetséges. Államtitkár úr, a szolgálati nyugdíj kérdése nem lehet egyáltalán tárgyalási alap. Valóban az elmúlt időszakban érték megszorítások, mint mindenkit. Ezt az állományt is azt állítom, hogy többet nem képesek elviselni, és pláne nem lehet sem szakmailag, sem anyagilag a szolgálati nyugdíj elvételét egyébként megindokolni. Mondanám, jövőre 1,5 milliárdot, jövőre 3 milliárd forintot remél ettől a kormány, csak idén 4 milliárd forintért vesznek önök nyomtatókat az államigazgatásnak. Azon már túl vagyunk, hogy erről beszéljünk. Azt gondolom, az életpályamodellt ki kell dolgozni a szakszeretekkel, ebbe szívesen részt veszünk mi is, de még egy nagyon fontos államtitkár úr. Balsai Istvánnak, a semmiségi törvényért, Lázár Jánosnak, a rendőrség lekommunistázásáért, és Kövér Lászlónak a minősítetlen szavaért, a hétvégén mondott, bocsánatot kell kérni az állománytól. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Államtitkár urat viszont válasz illeti meg önne a szó, államtitkár úr. Köszönöm szót, elnök úr, tisztelt képviselő úr.
önöknek kellene bocsánatot kérni az elmúlt 8 évért. Azért a 8 évért, hogy elűzték a pályáról azt a 17 ezer rendőrt, aki 40-es évei legelején kénytelen volt elhagyni a pályát. Tisztelt képviselő úr, azt ugye ön se gondolja, vagy úgy ön se tartja elfogadhatónak, hogy 40 évesen befejezzék a hivatásos állományok a szolgálatokat, hiszen akkor rendelkeznek a legjobb tudásokkal.